egy ilyen termékcsalád meg tud esetleg oldani, vagy tud enyhíteni a problémákon. És hogy rátérjek az üzletre, és az üzletet mindenképpen azzal kezdeném, az időzítéssel. Mert a legfontosabb az üzleti életben, hogyha van a teremben, nyilván itt is vannak vállalkozók, akik amikor elkezdték a vállalkozásukat, megvizsgálták azt, hogy jelen pillanatban a piacon milyen igény van egyáltalán arra, amit ők elkezdtek volna csinálni, vagy elkezdtek csinálni. Nagyon lényeges az, hogy egy üzletbe mikor tudunk bekerülni. Bármilyen termék vagy szolgáltatás bekerül egy piacra, van egy lassú indulási szakasz után egy robbanás, és utána sok esetben vannak különböző hullámvölgyek, terméknél, egy szolgáltatásnál akár komolyabb visszaesések is lehetnek. És most jelen pillanatban ebben az első szakaszban vagyunk, ami körülbelül 2-3 év, 7 hónap telt el Magyarországon. Tehát mondhatom azt, hogy 2011 májusban indult ez az egész rendszer Magyarországon, és 2 hónapja kezdtünk el, 3 hónapja Romániába tevékenykedni. És ez nem mindegy, hogy valaki itt kerül be ebbe a rendszerbe, vagy itt kerül be ebbe a rendszerbe. És biztos van a teremben sok olyan, aki már hálózatban gondolkozott, elkezdett dolgozni, csak mondjuk nem biztos, hogy a legjobb helyen volt a legjobb időben. És itt a prezentációban azt szeretném megmutatni, hogy egy nagyon jó termékcsaládra épülve, egy profi háttérrel rendelkezünk, egy nagyon komoly üzleti koncepció, egy nagyon jó marketingterv és egy nagyon jó időzítéssel tudunk dolgozni, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen lényeges. Tehát végre néhány hónapja bejött rendszerrel tudnak itt megismerkedni, vagy belekerülni azok az emberek, akik most elsőként vannak itt. Úgyhogy lényeges az, hogy a céget, azt említettem, 2007-re lett kész a termékfejlesztéssel, és akkor indult el ez az egész termékcsalád a világ körüli útjára. 4 földrészen bent van, nem mondhatom, hogy telített a piac, mert még ott sincs jelentős forgalom, viszont az európai piac az konkrétan üres. 1,5-2 éve Svédországban, Finnországban van 1-2 vezető, akik egy jelentősebb forgalmat létrehoztak, de a Manfred nem véletlenül jött ide Magyarországra, mert azt mondta, hogy hihetetlen profi szakemberek vannak Magyarországon, vállalkozók, üzletkötők, hálózatépítők, olyan emberek, akik szeretnek tudnak dolgozni, pláne hogyha ezt honorálja neki egy profi cég, akkor meg nagyon-nagyon tudnak dolgozni, és annyira komoly bizalmat szavaztak Magyarországon lévő vezetőknek, vállalkozóknak, hogy a cég tulajdonosa idejöttek, 600 négyzetméteres irodaházat kibéreltek Budapesten, ez történt április végén, május elején. Elkezdték a magyar nyelvű anyagoknak a gyártását, magyar nyelvű honlap, mindent biztosítottak nekünk, és nem elvártak egy forgalmat, hogy majd utána megcsináljuk, hanem össze megcsinálták, biztosították a feltételeket, és azt mondták, hogy itt van egy profi rendszer a kezetekbe, ezzel kezdjetek el dolgozni. És nem véletlenül, hogy ez a bizalom oda-vissza épül, hiszen ők bizalmat szavaztak nekünk, mi is bizalmat szavazunk nekik. Én is bizalmat szavaztam a két hölgynek, aki megkerestek, bizalmat szavaztam Manfrednak, a termékeknek, a tulajdonosoknak, a cégnek. Hihetetlen stabil. A legprofibb közgazdászok, szakemberek vizsgálták meg, hogy mennyire hosszú távon gondolkoznak, mennyire stabilak. Ha mond valakinek valamit az, hogy 3A-s minősítés mondjuk egy svájci banknál, akkor az is tudja, hogy az 5A1-es banki bonitás az mit akar. A világon néhány százaléka vagy néhány tized százaléka a cégeknek, akik a legstabilabbak, akik életükben nem vettek föl hitelt, soha nem tartoztak senkinek. Nem tudom hány százmillió dollár készpénzzel kell rendelkezzenek. Tehát egy olyan feltételrendszer, amiben nagyon-nagyon kevés cég fér bele, és ez a Kajani, ezek a cégek közé tartozik. Tehát mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon jó helyen vagyunk, úgyhogy aki bizalmat szavaz nekünk, az azt gondolom, hogy mindenképpen jól fog dönteni. Elindult egy munkafolyamat, a 3. hónap végére Magyarország, mint új induló ország, világ első lett. Picikék vagyunk, de hatalmasak, én azt mondom. És folytatódott a munka, és ha globális viszonylatban nézzük ezt az egészet, a 4.-5. hónapban az új üzleti partnerek elindításában világ első lett. Lekeröztünk 4 éves japán piacot, kínai piacot, svéd és különböző országokat, akkora növekedést tudtunk generálni. Úgyhogy itt nem forgalomról beszélek, hanem üzleti partnerek számának az elindítása egy adott hónapon belül, és tényleg egy globális játék indult az útjára.
Itt van a Körk Hansen, ő az, aki a magán benzinkút hálózattal rendelkezik, ő a cégünknek egyébként a vezetője. Szeptemberben volt szerencsém egy hajóúton vele személyesen találkozni, hihetetlen magas etikai, erkölcsi normákkal rendelkeznek, és azt kell mondjam, hogy tényleg hihetetlen profi ember. Ő mondta azt, hogy akkor leszel sikeres, ha azt csinálod, amit mondasz. És a prezentációmnak a második felébe fognak látni számokat. Fogom mutatni, hogy milyen üzleti pozíciók vannak, miket lehet elérni, milyen pénzeket fizet ki a cég, hogyha azt a munkamódszert folytatjuk, amit ő javasol. És olyan dolgokról fogok beszélni, amire élő példák vannak Magyarországon, és pontosan azért csak addig a szintig mutatjuk, mert addig mi már megcsináltuk. Tehát tudjuk, hogy mi az út, mi már rajta megyünk, tehát abba az útba kell csak, vagy azokba a lábnyomokba kell belelépni, és mindenki ugyanoda el tud jutni. Rengeteg tennivalónk van, azt is megállapította, és a Kajani célja, és ez nagyon tetszett, hogy a világ legnagyobb network marketing felhőkarcolóját fogják felépíteni. Ők azt mondták, hogy az az iparág, amiben ők elindultak a világon a családjaikkal, abban a legjobbak lettek. És azt, amiben ők elindultak, azt mindig végigcsinálták. Na most az a jó hírem, hogy ők elindultak a networkbe 2005-ben, világon a legnagyobbak lesznek, ezt megmondták azok a közgazdászok is, akik elemezték a céget, hogy 20 évben egyszer jön be Európába ilyen komoly cég, 40 éve jött be egy A betűs, 20 éve egy F betűs cég, most pedig a Kajani, amelyik ugyancsak ilyen nagyját tudja kinőni magát, viszont egy sokkal modernebb üzleti koncepcióban jött be, egy hihetetlen profi támogató fizetőkapus rendszerben. És itt rátérek arra, hogy ez a fizetőkapu, ez milyen áttörést hozott ebbe a networkbe. Egy teljesen egyedi rendszert hoztak létre, rengeteg hálózatot megvizsgáltak szakemberekkel, nem Unilevel, nem Matrix, nem bináris, hogyha vannak itt a teremben olyanok, akik hálózatban dolgoztak, egy három lábra épülő fizetőkapus rendszer, ami kiküszöböli a 10-20-40 éve elindult hálózatoknak a hibáit, és megpróbálta jó dolgokat ötvözni ebben a rendszerben, és azt gondolom, hogy akik mi benne vagyunk, már tapasztaljuk, hogy ez nagyon-nagyon profin működik. A legjobb választás egy üzletépítői készlet, ez az, amivel el lehet indítani a vállalkozásunkat. Nyilván külön kóddal kipróbálhatja bárki a terméket, tehát külön be tudunk regisztrálni bárkit, aki az öt tasak után azt mondja, hogy őt érdekli ez a dolog, és fogyasztó lesz, és van egy üzletépítői készlet, amivel jogosultak vagyunk pénzt kivenni tulajdonképpen a vállalkozásunkból. Ez 605 dollár bruttóba, tudjuk, hogy most egy picit az árfolyamok megváltoztak, ez most jelen pillanatban 150 ezer forint, hogyha jól tudom, ez az indulási készlet, és ez a következőt tartalmazza. Ez a Sunrise nevű készítményünk, ebben a papírdobozban 30 tasak van, ez az egy havi adag, ebből tartalmaz 5 dobozzal az induló készlet. Van 2 darab sunsetünk, ez az omega 3 a tokotrienollal, 90 kapszula, ebből van 2 az induló csomagba. Van a nagyobb Nitro FX-ből, az 56 ml-esből 1 darab az induló készletbe, és ebből a piciből, itt van a kicsinek a doboz, egy ilyen 8-as pak, ezt egybe lehet tulajdonképpen megvásárolni a későbbiek folyamán, tehát piciből külön egyet nem lehet, ilyen 8-as pak, és egy ilyen 8-as pakot tartalmaz az induló készlet. Ami lényeges, hogy a mi üzletünkben, a webirodában látható nagyobb összegű induló csomag, de mi nem az a cég vagyunk, aki ki szeretnénk húzni az emberekből 500 000 meg 1 000 000 forintot, hogy legyen egyszer egy nagy bevételünk, egy nagy forgalmunk, és mindegy, hogy az az emberrel utána mi fog történni, hanem az Edina és a Manfred erre a csomagra, erre a 605 dolláros csomagra dolgozott ki egy olyan marketing tervet, amivel másolhatóan tudunk dolgozni. Pontosan annyi termék van benne, amivel meg tudjuk szerezni a saját terméktapasztalatunkat, hiszen fontos, hogy legyen nekem is véleményem ezekről a termékekről, és le van matekozva számokkal, alá van támasztva, hogy hány embernek tudom kiosztani a terméket, és abból hány emberre van szükségem, hogy ebbe a fizetőkapus rendszerben a lehető legtöbb bevételhez én hozzá tudjak jutni, és ezért nagyon-nagyon szimpatikus volt számomra. Nálunk a tesztelés egyet jelent a bevétellel. Itt mindenkit megnyugtatok, aki új a terembe, hogy mi nem az a cég vagyunk, akik tukmál shoppingot folytatunk az embereknek. Nem becsöngetek, tehát én nem ez a rábeszélős ember vagyok, meg hogy majd én győzködök embereket? Nem. Nem arról beszélgetünk, hogy a mi termékünk mennyivel jobb, mint a másik.
meg győzködjük az embereket, hogy ez szedje a másik helyet, hanem nagyon-nagyon okosan kitalálták, hogy mi teszteltetjük a terméket. Semmi más feladatunk nincsen, mint a 150 tasakból, az 5 dobozból egyet elfogyasztunk mi, hogy legyen pozitív terméktapasztalatunk, viszont fog maradni 150-ből 30, 120 tasak, és mivel az előző rajzon fönn volt, hogy 5-7 napon belül 86%-ba pozitív tapasztalatokkal jönnek vissza az emberek, ezért semmi más feladatunk nincs, mint 5-ös csomagokat csinálni, 5-ig kell tudni elszámolni, 5-ös csomagokat csinálni, és kiosztani a környezetünkben 24 embernek, akinek egészségügyi problémája van, és fontos, hogy szeretne változtatni rajta. Mi is beszélgettünk olyan hölgyel, aki, bocsánat, de 160 kiló, cukorbeteg, nyomja magába az inzulin, de a habos sütit azért betolja, akkor legfeljebb egy picivel több inzulin nyom még magába. Beszélgettünk, akartuk neki vinni a Sunrise-t, mert hihetetlen módon bontja a zsírt, fogyaszt, a hölgyeknek fölhívom a figyelmét, a hölgyek azért nem szoktak szeretni általában táplálékkiegészítőt bevinni, mert hogy étvágyat növel, és akkor nyilván hízás is elindul. Nem, ez a zsírszövetet bontja, ugyanazzal a táplálkozással, a mozgással fogyni lehet tőle. Na most ennek a hölgynek ezt szerettük volna ajánlani, ezt a készítményt, hogy odaadjuk neki tesztelésre, és a beszélgetésből kiderült, hogy mi ne akarjuk neki segíteni, mert ő teljesen boldog, így ahogy van, és mi hagyjuk őt békén. Na most ő nem a mi emberünk, de viszont, hogyha nekem van egy sportos, felépítésű barátom, akinek kicsit fáj a könyöke, mert teniszezik, vagy húzza egy picit a lábát, vagy emésztési problémája van, vagy reflux, vagy álmatlanság, vagy egy éjszaka háromszor kell kimennie vizelni, prosztata probléma miatt, akkor azoknak adjuk oda a készítményt, mert ő szeretne ezen változtatni, és ő lesz a mi emberünk. Jó? Tehát ez lényeg, hogy kinek adjuk oda a terméket. Ki az, aki úgy gondolja, hogy közvetlenül vagy közvetve a környezetében nincs 24 beteg ember? Azt gondolom, hogy csak azok vannak, mindenkinek vannak a környezetében ilyen emberek, és ezeket kell megtalálni. Nem kell hozzá 500 fős névlista, hanem 24 ember, akinek odaadjuk a terméket. És itt fontos, hogy meg is mutatom ezt a munkamódszert, hogy ez hogy néz ki. Egyből csinálunk itt egy ilyen gyors elindítás megképzés, hogy mi hogy dolgozunk. Ki az, aki még 5-öt ebből nem tesztelt? A hölgyet néztem ki, önök már kóstolták a terméket. A kedves kereszt nevét megkérdezhetem? Tessék? Katalin. Ez a munkamódszerünk egyébként. Én oda megyek a Katalinhoz. Katalin, de jó, hogy összefutottunk. Múlt héten találkoztunk, és említette, hogy ilyen allergiás tünetei vannak, időszakosan előjön. És képzelje, és eltaláltam? Eltaláltam. De általában, hogyha jövök vérnyomásra vagy cukorra, mindenkinél beletrafálok. És a lényeg az, hogy én most importálok egy ilyen alaszkai termékcsaládot. Alaszkai vadáfony az alapanyag, ez be fog kerülni üzletekbe is. Én szeretnék segíteni a Katalinnak. Ezt ingyen odadom, ezt az 5 tasakot, hogy fogyassza el éjgyomorra, jó? Figyelje a szervezetét nagyon, mert valamilyen irányba ez változást fog hozni. Ahogy észlel valamit, azonnal telefonáljon, de az 5. nap mindenképpen beszéljünk. Katalin, megtenné ezt nekem, hogy teszteli a terméket? Igen, megteszem. Ja, már kaptam. Akkor már jelentkezett. Jó. Tehát körülbelül ez a munkamódszer, és a meghívó fogja adni az 5 tasakot. Oda lehet adni a hölgynek? Akkor már adom is oda, hogy teszteljük a terméket. És ilyen egyszerű az egész. Na most az emberek azt látják, akik megkapják a terméket, hát hogy én a barátomtól kaptam valamit, teljesen jó, mert nem történt értékesítés. Magyarán szóval nem kell agyonképezzem magam, nem kell üzletkötőnek, hálózatépítőnek lenni, csúcsképzésekre járni hétvégenként, hogy én ezt 5-öt oda tudjam adni. Na most akinek én odadom, és használ a termék, és megkérdezem tőle, hogy te figyelj, lehet, hogy üzletileg is érdekel ez a dolog, akkor el fog gondolkozni azon, hogy igazából neki nem eladtak, hanem tesztelt, és hát hogyha ő tesztelte, és ő is csak kapta, akkor ezt ő is ugyanúgy meg fogja tudni csinálni. És az ő környezetében is vannak beteg emberek, és azt mondja, hogy hát ez a feladat, akkor nehogy már én is meg tudom ezt csinálni. Úgyhogy nagyon-nagyon egyszerű, másolható. Na most ezt levezettük számokkal, hogy a 24 emberből 12 biztos, hogy pozitív tapasztalattal jön vissza. Az az 50%-a. Ezt csak azért vezettük le, mert a 86%-a tény, de hálózatban ezzel nem lehet dolgozni, az emberek ezt el se hiszik. De egyébként ezek a tények. Ezért 50%-ot levettük, 12 ember pozitív tapasztalat, azt is lefeleztük, csak 6 ember, aki nyitott.
abból lesz minimum 3 vásárló, ugyanis az elfogyasztott termékekre is 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállal a cég. A vásárlóknak ez fontos, nem kell kockáztatniuk, hogy jó lesz vagy nem lesz, ha nem jó, törli a kárnyi a rendszerből, de visszakapják a pénzüket. Ez egy korrekt ajánlat. És lesz 3 ember, aki meg fogja tőlem kérdezni, figyelj, te Tamás, osztogatod ezt a terméket, szerintem emögött valami biznisz van, meséljél róla. És ez tényleg így működik, mert érdeklődnek az emberek, meg látják, hogy ez egyszerű és gyors. Ez a lényeg, hogy 3 ember találjunk, aki használja a terméket, és pénzt is szeretne kivenni ebből a vállalkozásból. A vásárlók után egyből jutalékot fizet nekünk a cég. Tehát azok, akik azt mondják, hogy figyelj, én akkor egy hónapra kipróbálom, például egy ilyen szárász, hogyha megvásárolnak tőlünk, vagy beregisztrejük őket fogyasztóként, akkor a cégtől kapunk 10 dollár jutalékot. Hogyha az egészség háromszöget rendelik, akkor 32 dollár jutalékot kapunk a cégtől. Lesz 3, 6, 8, van akinek volt 10 fogyasztója 24 emberből. Nyilván változnak az arányok, kinek milyen kapcsolatrendszere van, mennyire beteges a környezete, és hogy reagálnak rá az emberek. Ebből jönnek az első bevételek, viszont én is elgondolkoztam azon, hogy mi a hatékonyabb, hogyha én egyedül kiosztom 24 embernek a terméket, és utána megint menjek 24-hez, meg megint. Hát nyilván nem annyi ismerősöm nekem se lesz, meg nem akarok nagyon távoliaknak szólni. Ezért mivel kezdtem el foglalkozni? Fölkerestem a termékosztás mellett azokat az embereket, akik egészségesek, csak anyagilag nem egészségesek. Problémájuk van anyagilag, financiálisan, és azokat elhívtam egy infóra, vagy a meghívómmal leültettem őket, és mondtam neki, hogy figyelj, Ági vagy Edina, mondd már el nekik az üzletet, hogy mi van ebben. Ők azonnal átlátták, ők egészségesek voltak, de anyagilag érdekelt őket a dolog, átlátták ezt az egészet, és elkezdtünk együtt dolgozni. Egyből elkezdtek dolgozni, tehát ezt párhuzamba kell tenni. Most ez úgy működött, és ezért mondom azt, hogy az üzleti partnerek elindítására is fókuszálni kell a fogyasztók mellett. Én június végén regisztráltam, 20 embert leültettem az Edinával 2 hét alatt, abból 15-en regisztráltak, ebbe augusztus végére lett 750 ember. Augusztus végén beregisztráltam még 5-öt, aki azt mondta, hogy jön velem, abból összesen 20, abból most van 1700 ember a rendszerembe. Most számoljuk azt, hogy 1700 emberből mindenki csak 20 embernek osztotta ki a terméket, 34 ezer emberhez jutott el a termék. Tehát 34 ezer embert én nem tudok egyenként megkeresni, ezért kell az, hogy koncentráljunk arra, fókuszáljunk arra, hogy üzleti partnereket is keresünk, és ezért is jutalmaz minket a cég a csatlakoztatási bónusszal, ezt az üzletünknek a növekedésért fizeti. Azért fizeti, ha én szólok egy barátomnak, elindul velem az üzletbe, újként kapok 40 dollárt, amikor én még csak egyedül vagyok, viszont hogyha már van egy 20-24 fős csoportom, az egy zafír szint, akkor már egy ember elindításáért 110 dollárt kapok. Az jelen árfolyam szerint az már 25 ezer forint, hogyha jól tudom. Tehát nagyon komoly pénzeket. Ha különböző szinten vannak, különböző csoport létszámtól függően, a 40 és a 110 dollár között, a különböző szintek között elossza, nem megyek bele a részletekbe, ezt meg lehet nézni a Kajani oldalon is, hogy ez pontosan hogy történik. De ez a csatlakoztatási bónusz, ez az a jutalék, amivel minden héten elszámol a cég, minden héten pénteken ott van a dombornyomott kártyánkon, és nagyon sok ember, a 70% az embereknek nem azok vannak benne az üzletünkben, akiknek van pénze, hanem olyanok, akik pénzt szeretnének keresni, és a napi, heti különböző problémájukat ebből a csatlakoztatási bónuszból tudják megoldani, egy hónapban 4-szer, átlagban az üzlettársaim az én rendszeremben 200 és 800 és 1000 dollár között keresnek a csatlakoztatási bónuszból hetente. És azt gondolom, ja, és 7 kifizetése van a cégnek, az egyik volt a vásárlói bónusz, a második a csatlakoztatási bónusz, és még van mellette 5 kifizetés, tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen jövedelmekre lehet itt szert tenni. Úgy néz ki a dolog, ez a fizetőkapus rendszer, ennek a felépítését szeretném fölvázolni, gyorsan, érthetően, röviden, hogy például bárki beregisztrál ebbe a rendszerbe egy 605 dolláros csomaggal, megtalálja a 3 embert a termékekkel, vagy az üzleti kapcsolataiból, a 3 kereskedelmi csatornára beregisztrálja. Mivel benne is van a nevében 3 lábra épülő fizetőkapus rendszer.
erre a teljesítményre, ez a gránit szint, erre a teljesítményre már kifizet a cég 163 dollár jutalékot. Nem egy egetverő nagy összeg, nyilván nem fogjuk ebből megváltani a világot, de az első jövedelmünk már megvan ezzel a teljesítménnyel. Most ezt, hogyha csak egy emberrel növelem, és nem muszáj a saját emberrel, hanem mondjuk a legjobb barátomnak segítek az első emberét megtalálni, de ez történhet úgy is, és itt van a rendszernek a támogatása, a támogató ereje, hogy én megtehetem azt is, mint én júniusban, hogy nekem nem három emberem volt, hanem 13 vagy 15. Mit csináltam? A negyedik emberemet beraktam ide a barátom alá az üzletbe. Nekem volt 15 emberem, de akinek kettő vagy három, az nem tud ajándékozni, vagy nem tud lefelé segíteni, de ebben az esetben tud működni, és az emberek azt látják, hogy föntről segítséget tudnak kapni. De ami fontos, hogy azt is látják, hogy segítséget tudnak adni. Hiszen a területen van nagyon sok olyan, nem 13-23, és elkezdték ezt a rendszert feltölteni, egy ember, három ember, 9 ember, 27 ember, elkezdődött egy duplikálódás. Most az a lényeg, hogy erre a teljesítményre, tehát ezt a gránit szintet egy emberrel kibővítjük, akár a barátunknak segítünk, vagy mi rakjuk a rendszerbe, akkor lesz 5x400 pont forgalom a hálózatunkba. Hoppá, egyel többet raktam. Ez 2000 pont. Ez nálunk az első vezetői szint a jáde, ami nagyon fontos, mert az összes üzleti pozíció erre épül, és abban a pillanatban, hogyha ezt megcsináltuk, azonnal kerestünk 600 dollárt. És ez a nem mindegy. Ezzel a teljesítményen rajtam kívül én beregisztrálok, 4 új partnert hozok a rendszerbe, segítek elindítani, és azonnal keresünk 600 dollárt. A jó hír az, hogy átlagban Magyarországon, Budapesten, Pécsen, Kaposváron, bárhol, átlagban ezt az emberek egy hét alatt csinálják meg. Nekem 5 napba került, az üzletemben vannak, akik egy nap alatt, egy éjszaka alatt, 2 nap alatt megcsinálják. Én szeretem a vállalkozókat, mert türelmesek, és nem kapkodnak. Tudják azt, hogy mi az, hogy befektetett idő, energia, és tudják azt, hogy egy 10 milliós franchise az nem holnap után hozza magát nullára, és egy vállalkozó értékeli azt, hogyha ő egy hét alatt csinálja ezt meg, 2 hét alatt, 3 hét alatt a negyedik embert a negyedik héten hozza be, és egy 600 dolláros vállalkozás egy hónap alatt nullára hozza magát, akkor az a vállalkozó értékelni fogja, hogy egy nagyon profi rendszerben van benne, és utána egy folyamatos bevétel tud generálni ebből a vállalkozásból. De hát az alkalmazottaknak is azt mondom, hogy egy hét alatt egy jobb fizetést össze lehet hozni egy hét alatt az indulásból, nem beszélve a későbbi folyamatokról. Viszont, hogyha ez a duplikáció elindul, és ide bekerül a többi ember, bejön még ide a másik kettő, és ide is bejön a három ember, tehát elindul a duplikáció itt is. Nyilván nem rajzolom tovább, mert itt a képen rajta van. Ez már a gyöngyüzleti szint, tehát a három ember alatt van 9 ember, ez a gyöngy szint 12 fős csoport. Itt a szintbónusz. Ez már a jáde szintbónusszal együtt 800 dollár. Mikor idáig eljut az ember, 856 dollár minimum a forgalmi jutalék, csatlakoztatási bónusz, és általában a gyöngy szinttel olyan 1500 és 2500 dollár között keresnek az emberek. Ez 2-3 hét. De a duplikáció elindul. És már nélkülem is elindul, hiszen az a 9 ember mit szeretne csinálni? Ők is pénzt szeretnének keresni, használják a terméket, és megmutatom nekik, hogy kinek oszt ki a terméket, hogy oszt ki a terméket, és elindul egy folyamat. Az, hogy ez a duplikációt milyen gyorsan csináljuk, annak függvénye tulajdonképpen, hogy mennyi pénzt keresünk, milyen gyorsan keressük ezt a pénzt. Például ez egy Zafir üzleti szint, ahol a szintbónusz 1000 dollár, a forgalmi jutalékok olyan 1600 dollár, és a Zafir szinten 4-7000 dollár, 4-6000 dollár között keresnek a partnerek. Na most valaki ezt megcsinálja úgy, hogy egy hónap alatt végigmegy rajta, akkor egy hónap alatt keres 4000 dollár. De azt mondja, hogy első héten 3 ember, vagy első hónapban, következő hónapban 9, utána 27, 3 hónap alatt is ugyanerre a szintre el lehet jutni. Nyilván mindenki dönts el, hogy erre az üzletre mennyi ideje van, milyen gyorsan szeretne haladni, és annak a függvénye, hogy ebből milyen gyorsan tud profitálni. A következő másolódás, amikor már 81 ember van az üzletünkben, itt ez már a rubi szint fölötti szám, a rubi szinthez kell körülbelül 60 ember,
Így van. Itt a szintbónusz 1500 dollár, 6500 dollár már a különböző csatlakoztatási bónuszok, forgalmi jutalékok, és 8 és 14 ezer dollár között keresnek azok, akik a Ruby szintig már eljutottak. Ezt a szintet, és itt tényleg nagyon sokan vagyunk Magyarországon, nem egy embert körbehordozgatunk a világon, hogy ő már megcsinálta, hanem többen vagyunk, akik ezt egy hónap alatt megcsináltuk. Azt mondtuk, hogy ha csinálunk valamit, akkor úgy csináljuk, hogy legyen értelme, és egy hónap alatt is ezt a pénzt meg lehet keresni. Egy hónap alatt ezek ilyen 6, 8 ezer, 9 ezer dollárra jönnek ki, hogyha egy hónap alatt csinálja meg valaki ezt a Ruby szintet. Viszont, hogyha ezt is tovább másoljuk, 243 ember, itt már két üzleti szintet ugrottunk, ugyanis a smaragd szint az egy 120 fős csoport, ebbe benne van a forgalmi jutalékban 18-20 ezer dollár, a smaragd szint bónusz 5000 dollár, és ezzel már elértük a gyémánt pozíciót, ahol elindul a cégnek egy autóbónusz programja. Azt mondja a cég, hogy egy gyémánt szintű vezető elmegy prezentálni valahova, akkor már egy normális autóval járjon, legyen egy olyan eszköze, amivel meg lehet jelenni, és egy felső középkategóriás autónak az induló részletébe beszállnak 4000 dollárra, és minimum egy évig fizetnek 1200 dollárt, az olyan 300 000 forintot havonta, leasingre, részletre, javításra, üzemanyagköltségre, ezt mindenki eldönti, hogy milyen arányba, hogy oszta el. Viszont, hogyha a gyémánt pozíciót tartja, akkor ez az autóbónusz program, ez 36 hónapig tart. És utána még emelhető, hogyha az ember magasabb szinteket ér el 2500 dollárra, és akár havi 5000 dollárra is. Hihetetlen sok pénzt fizet ki a rendszer, és itt fontos elmondjam, hogy ugyanebbe a struktúrába, mivel beszéltem üzletekről, ugyanebbe a rendszerbe be lehet hozni azokat, most már remélem hamarosan kezünkbe kerülnek ezek az OET engedélyek, hogy üzletekbe is ott kint lehessenek a polcon hivatalosan a termékek. Ugyanebbe a rendszerbe jönnek be a fitnessközpontok, a patikahálózatok, a bioboltok, a magánorvosi rendelők. Több olyan regisztrált partnerünk van, ahol nagyon nagy mennyiségben 100-500 ezer doboz ilyen termék van már előkészítés alatt, hogy ahogy megvan az engedély, ők beviszik bolt hálózatokba, és abból a boltnak a forgalmából, üzletnek a forgalmából hétköznapi emberek részesedni tudnak. Csak nem úgy, mint egy franchise-na, hogy 5-10 millió forintot kell betenni, hogy én franchise jogdíjat kapjak, hanem 140 ezer vagy 150 ezer forintot teszek be, és a kapcsolati körömet. És ez a három vonal végtelen mélységből felgenerálja a pontokat. Akik itt ülnek, azok nem tudják elkerülni, hogy 2-3 hónap múlva ne legyen Romániába vonaluk, Szlovákiába, Ausztriába, az egész európai piac teljesen üres. Nyitottak a határok, az uniós engedélyekkel rendelkezünk, bárhol, bármilyen országba regisztrálunk partnert, GLS futárszolgált, Gebrüderweis házhoz szállítja nekik az induló csomagot, a termékeket, és globális, nemzetközi üzletet tudunk kialakítani. Ha akarnám, se tudnám most már megállítani a folyamatot. Nekem is elindult Vietnám, Románia, megyünk Szlovákiába, Ausztria, Írországba egészségközpont, online prezentációban hallottak erről, és akarják a terméket. Csak ez olyan, mint amikor van egy közértem, ha kinyitom az ajtót, akkor be fognak jönni a vevők. Nekem az ajtó az a szám. Ha kinyitom a számat és beszélek erről a dologról, akkor lesznek vevők, be fognak jönni az üzletbe. Hogyha én titkolom, hogy úgy iszom a szárászt, hogy nehogy meglássa valaki sutyiba, nem. Hát én az öltözőbe így iszom az extrémet, így iszom a szárászt, mindenki lássa, hogy én mit fogyasztok, reklámozom a céget. Akármerre járok. Például egy jó példa, bementem a bankba, ilyen regisztrációs díjat valaki utalt, vagy be kellett tenni, nem tudom. Mondom, írja be a megjegyzés rovatba, hogy Sirmán Tamás Kajani. Hogy kell írni a Kajanit? Hát egyből elővettem egy tasakot. Mondom, így kell írni a Kajanit. Hát ez micsoda? A hölgy egyből megkérdezte. Hát mondom, ez egy szuper dolog. Látja, pénzbefizetés, ez a cég fizet nekem nagyon-nagyon sokat. Hát akkor egy névjegykártyát hagyjak már ott. Tehát ilyen apró momentumokon múlik az, hogy az embernek kik lesznek az üzletébe, kik rohannak utána egy plázába akár, és regisztrálnak a rendszerbe. Múlik az, hogy az embernek kik lesznek az üzletébe, kik rohannak utána egy plázába akár, és regisztrálnak a rendszerbe. Itt azt szeretném megmutatni, a különböző üzleti pozíciók vannak. Magyarországon eddig a kék gyémánt szintig
többen eljutottunk. Itt még van 4 pozíció, de hát azt gondolom, hogy már ez is felülmúlt a számításainkat. 5000 beregisztrált partner közül körülbelül 700 jáde van. Azt említettem, hogy ők 300 és 1000 dollár között kerestek. 5000-ből 700 ember, azt gondolom, hogy egy nagyon jó arány. Van több mint 100 gyöngy. Van körülbelül 70-80 zafír. Van most csak az üzletemben lett 6 vagy 7 új rubi. Itt be fogok mutatni a terembolyat, aki teljesen friss rubi. Van körülbelül 5 smaragd, 3 gyémánt, 4-en vagyunk kék gyémántok. Hihetetlen profin működik az egész dolog. És azért mondtam azt, hogy eddig mutatjuk, mert eddig van tapasztalat. Aki kíváncsi, hogy hogy lehet kék gyémántnak lenni, vagy jádénak, vagy rubinnak, kinek a szimpatikus, azt meg tudjuk mutatni, ha meghívóval ezt meg tudjuk tervezni. És hogy ne csak én beszéljek, és pontosan jó időben vagyok, mert 1 óra, amit hoztunk, meg szeretném kérdezni, ki az, aki a terembe jáde, és úgy magasra emelje föl a kezét. 2 légy szíves, gyertek ki, akkor. És tényleg egy mondatban, mikor kezdtétek, és körülbelül ez mennyi bevételt jelentett nektek? Hát Schneider Károly vagyok, én november 11-én kezdtem. 460 dollár jött a kártyára. És mikor lettél jáde? Hát egy hónapra, pont egy hónap. Pont egy hónap. De egy hónap alatt 460 dollár, az mint 100 ezer forint, 100-120 ezer forint. Így van? Így. Köszönjük szépen. Halász. Kozma Balázs, és akkor a te születésnapod és a Kálmán névnapján október 13-án léptem be a Kálmán... Nagyon jókor léptél be. ...ösztekélésére, és hogy a Karcsi az én kollégám, annak nagyon örülök, és van még másik 2 járde kollégám, és csak ilyen technikai malőrök miatt nem lettem egy szinte följebb. Mm-hmm. Mert ugye mindenkire figyeltem. És magadra. De ez a jó, amikor az embereket, a barátainkat segítjük. És hát én nem tudom, valami 600 valahány dollár, ami eddig beért. Realizálódott. A számlát. Jó, köszönjük szépen. Van a teremben gyöngy. Hoppá, új. Na. Martin is vagyok, Bérinik. Hát most lettem gyöngy igazából, hogy pontosan mennyi a jövedelem, amit várjuk a számokat. Jó hírem van, aki nagyon lassan akarja csinálni, mert én ezt az üzletet nagyon sokáig néztem, hogy itt a barátom Kálmán dolgozik. Ugyanakkor elkezdtem a termékeket fogyasztani, mert hát volt épp elég bajom, és azt vettem észre, hogy tényleg használ, és már nagyon... Hát valamit már kell csinálnom, és november végén azt mondtam a Kálmának, akkor ne kell a üzletet építeni. A jádeséget igazán 2 hét alatt megcsináltam, és a gyöngyöt 1 hét alatt. Úgyhogy most várjuk így, ez a decemberi hónapban volt, és benne volt még a karácsonyi szinte. Úgyhogy elég gyorsan lehet haladni, ha hozunk egy döntést. Meg lehet csinálni, csak akarni kell. Köszönöm. Köszönjük szépen, és gratulálunk. Fogok hozni kitűzőt, ezt mert ez még jár, de így van. És én tudom tanúsítani, hogy decemberben hihetetlen modell volt foglalva, és ő mondta, hogy Tamás, december vége, januárban ezzel el fogok kezdeni foglalkozni, és hát be is jöttek a dolgok. Meg szeretném kérdezni, hogy ki az, aki zafír szinten van esetleg a teremben? Zafír nincsen, de viszont tudom, hogy egy zafírból lett viszont rubi, és nagyon örülök, hogy ő itt a pécsi vezető, és mondhatom, hogy barátom, fogadjátok sok szeretettel Soltész Kálmánt. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon öröm látni, hogy ilyen sokan vagyunk a teremben, és ezúttal is megköszönöm mindenkinek a múlt évi munkáját, mert ahhoz, hogy én Rubi lehettem, ahhoz a Józsinek kellett a gyöngye, a Balázséknek a jádéja, és nem utolsó sorban a Tamásnak a hozzáállás, hogy a saját pénzén jár ide hozzá ki előadást, pár hónap alatt tettem elén a rubit. Az első hónapban mindjárt az afét, az volt a legkeményebb. Pénzről beszélünk, az első hónapban 1.060.000 forint volt a jutalék. Most egy kicsit kevesebb, de azért a mélységbe dolgozunk, tehát mi is erősítjük a csapatot. Eddig kaptam 7500 dollárt, és most egy olyan 4000 körülbelül annyit. Az 11 ezer. Mindenki előtt a pálya nyitott, mi segítünk,
gyors pénz, jó termék csapatunk be. Köszönjük szépen. Smaragd még gondolom nincs a teremben, de lesz. Gyémánt is biztos, hogy lesz. Itt annyit szeretnék mondani, hogy most december 31-én, mert én akkor rövid történetemet elmondom, én egy hónap alatt lettem Rubi júliusba, június végén kezdtem, az egy hét a Jáde, július Rubi, augusztus Smaragd, szeptember Gyémánt, október-novemberben erősítettem azt a gyémánt szintet, és növekedett tényleg a forgalom, és hát a csapat egy óriási teljesítményt csinál decemberben. Kálmán mondja, hogy a saját pénzemmel, igen, de ezt a pénzt, ezt a Cayenne-i fizettem, mivel én lejárok Pécsre, és abban meg ti is benne vagytok, úgyhogy ne beszéljünk arról, hogy ki, minek a pénze. És tényleg egy őrületes forgalom generálódott, úgyhogy karácsony-szilveszter között is hegyekbe jöttek az emberek, regisztráltak. Én se tudtam elhinni, nagyon szerettem volna, de olyan távlatinak tűnt, és december 31-én konkrétan én a szilveszteremet bent töltöttem 13:30-ig a cégközpontba, mert ott még regisztráltunk, meg zártuk az évet, és akkor 2-től mentünk 5-ig bulizni, de akkor már úgy mentem, hogy kék gyémánt szinten 259 000 ponttal. Én se tudom, hogy mi történik, viszont egy lényeges megértettem, hogyha én az én csapatomban lévő embereknek a sikeréért dolgozok, nem azért, hogy Sirmán Tomi kék gyémánt legyen, hanem azért, hogy a Józsi meg a többiek legyenek Jádék, Gyöngyök, Zafirok, akkor fog realizálódni. És azért mondom, hogy egy olyan igazságos vállalkozás, hogy nem tud senki önző módon sikeres lenni, csak akkor, hogyha sikeressé tesz embereket, és csak azok fognak eredményt produkálni. A bevételről annyit, hogy nekem olyan 47 000 dollár az, ami a számlámon realizálódott, 23 000 dollár, amit most az autóbónusz programban megkapok, az 70 000 dollár, és ezzel, hogy a kék gyémánt szintet elértem, ezzel még 40 000 dollárt kapok a cégtől, tehát összesen 6 hónap alatt 110 000 dollár. Kimondani is, még régen filmekben hallottam, hogy ilyen 50 000 meg 100 000 dollárokról beszélgettek, és most én mondom ki a számmal, hogy ezeket megkerestem. Ez hihetetlen nagy dolog, és tényleg azt kívánom, hogy mindenki érezze meg ezt az érzést, pláne úgy, egy olyan folyamatban én reggeltől estig megyek, de nem érzem munkának, olyan emberekkel tárgyak, meg olyanokat hoznak, akiket szeretek, kedvelek, tehát abszolút egy nagyon jó egységben tudunk dolgozni. Most már Magyarországon kialakult egy olyan kör, különböző városokban profi prezentációk van, ahol ki tudják használni azt, hogy a vidéki kapcsolataikat oda tudják küldeni. Tehát egy profi rendszer jött létre, amivel bárki innen Pécsről Magyarországon több városban lévő, utána pedig országokat behálózó nemzetközi üzletet tud felépíteni. Jó, tehát tényleg mindenki, azt mondom, hogy ha ne sokat aludjon erre a dologra, maximum egyet. Ha van kérdés, most ne ruhanjanak el, jöjjenek ide hozzám, kérdezzék a meghívójukat. Viszont egy dologra szeretnék még kitérni, és hát én hoztam magammal, be van készítve a táskámba több száz jegy, ugyanis lesz egy évadnyitó, nagyon nagy konferenciánk következő hét, tehát jövő hét szombaton Budapesten, a Vasúttörténeti Parkban. Erről annyit kell tudni, hogy augusztusban volt egy ilyen, 27-én, az olyan szinten megdobta a magyar piacnak a forgalmát, hogy a többszöröse lett maga ez a rendezvény. Itt lesz a Körkhansen, itt lesznek Svédországból, Finnországból a legmagasabb üzleti pozícióban lévő emberek, akik elmondják, hogy mit és hogyan kell csinálni, tehát a legprofibbaktól tanulhatunk. Itt lesz Magyarországnak a top vezetői köre, a Manfred Wunderling, a Szabó Edina, a legtöbb szakember, akik ezen a területen a legnagyobbak. 2000 fős a teremnek a fogadóképessége, 2000 jegyet nyomtattak, most a cégközpontban, ahogy kiadták a jegyeket, az összes vezető ezt elkapkodta. Egy pár százat az én is a hónom alá csaptam, mert én is azt mondtam, hogy szeretném, hogyha az én csapatomnak a száma lenne ott a legnagyobb és a legmagasabb szám. Kell róla tudni, hogy olyan promóciókat fognak bevezetni, a Rubi szint, amit elért a Kálmán, most a cégnél konkrétan 8-10 millió forint értékű eszközt fognak odaadni ezeknek az embereknek, utak lesznek promócióba, hihetetlen magas jövedelmezés, és ezeket fogják látni, és akiket, én azt mondom, hogy akit érdekel és gondolkozik az üzleten, ne az legyen a kérdés, hogy most szombaton hogy jön föl Budapestre, hanem az legyen a kérdés, hogy hány emberre jön föl Budapestre. Nekem a Manfred, konkrétan az én történetem az, hogy a Manfreddal leültem a rendezvény előtt egy hónap, és kérdezte, hogy mi akarsz lenni. Hát mondom, gyémánt, az reális, augusztus végén, reális.
Azt mondja, itt van egy 200 darab jegy, és így egy ilyen zacskó jegyet adott, mondom, ezzel mit csinálok? Azt mondja, add el. És ebből lett meg nekem is az a hihetetlen nagy eredményem augusztusban, mert aki ott volt, az utána verekedtek, hogy ki, mikor, hova regisztrál, milyen pozícióba, ide regisztrál, vagy ide regisztrál, mert nem mindegy az időzítés. És tényleg itt vannak a jegyek, föl lehet iratkozni, meg lehet vásárolni, egyébként 2000 forint a jegy, tehát vicc az ára, és azt gondolom, egy mozi ára, de itt nem egy jó filmet és egy pillanatnyi élményt kapunk, hanem az életünket tudjuk megváltoztatni rajta, tehát azt gondolom, hogy a legjobb befektetés, és mindenki döntse el, hogy ő maga ott lesz-e, ha azt mondja, hogy jár, de szeretne lenni, akkor én Pécsről beültetnék az autóba még 4 embert, 5 ember, följövök oda, és egy nap alatt jár, de vagyok, körülbelül ennyi a történet. Úgyhogy jövő hét szombatig 5 jegyet bárki el tud, egy a saját az megvan, 4-et bárki tud értékesíteni, és tényleg egy hihetetlen nagy lendületet fog kapni január 2. felére, és ez ki fog tartani februárra, márciusra. Hálózat életében ilyen dolgok, ilyen növekedés, ilyen promóciók nem történtek. Ha meg fogják látni a kajani kitűzőket önökön, Pécsen kopogtatni fognak az emberek, meg azokat az eszközöket, amiket most nem mondhatok el, hogy micsoda, kopogtatni fognak hozzánk, hogy hogy lehet regisztrálni a Kajaniba, és én veled szeretnék dolgozni, mert hallottam, hogy milyen növekedés van, és milyen profi működik a rendszer. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki most hallott először ezt az információt, a lehető, tehát a jó időben, jó helyen, az hatványozottan jön ki, mert 10 nap van még körülbelül, vagy 8 nap van ezért a rendezvényig, és erre kellene fókuszálni, hogy regisztrálni jegyeket, és jövő hét szombaton ott lenni. Mindenképpen elmondom azt, hogy ha valaki tényleg komolyan gondolja, most szombaton lesz egy info, és utána egy start tréning fönt Budapesten, az infót ugyanúgy én fogom tartani, ha vannak bárkinek budapesti kapcsolatai, oda jöhet, oda küldheti, de természetesen csak abban az esetben, hogyha már be van regisztrálva a rendszerbe. Utána van 1 órától 5 óráig egy start tréning, ahol átmegyünk a kompenzációs terven, a webiroda kezelésen, a meghíváson, az egész rendszernek a kifinomultságaiba bele tudunk nézni, és ezzel a tudással egy hét alatt ugyancsak hatványozottan eredményt tudunk produkálni a jövő hét szombatra, és azt mondom, hogy aki ezeket az áldozatokat most meghozza, mert azokat tehát a 110.000 dollárt azt nekem se úgy adták, hogy nyáron én nyaraltam, meg Balaton, meg Velencei tó. Konkrétan imádok horgászni, de én nem horgáztam, hanem minden nap dolgoztam nyáron. Viszont ez lett az eredménye, viszont jövő nyáron meg nem egy hetet fogok nyaralni, hanem lehet, hogy többet, mert meg tudom engedni, és itt ezt kell mérlegelni a prioritásban, hogy nekem mi fontos, egy szülinap, egy névnap. Én azt szoktam mondani, hogy ha valakinek nem a temetése van, vagy az esküvője, akkor ott a helye. Úgyhogy röviden ennyit szerettem volna mondani. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehettem. Állok a rendelkezésükre jegyekkel, kérdésekkel kapcsolatban. Remélem, hogy minél többükkel fogok fönt szombaton találkozni. Remélem, minél előbb visszajöttek Pécsre, és itt körbe fognak állni. Abban biztos vagyok, hogy a rendezvény után itt hegyekbe fognak lenni az emberek, és kicsi lesz ez a terem, és azt gondolom, hogy be fog robbanni ez a pécsi kör. Azt tudják biztos, hogy hálózatépítésben minden hálózatnak Pécs a hazája. Beszélgethetünk akármilyen hálózatról, a fellegvár a hálózatépítésnek, és még csak ennyien vagyunk emberek. Nagyon-nagyon kevés, tehát tényleg az elején vagyunk. És önök alatt tud kialakulni egy pécsi birodalom, egy magyar birodalom, egy európai birodalom, úgyhogy ennek fényében szeretném megköszönni a figyelmet, és további szép estét kívánni mindenkinek. Köszönöm szépen!